Most indult el a stream, bazd meg. Jó. Ennyi. Lálok, kis pisztolya lövöldözni, érted? Ez szörnyű. Nincs fegyverem. Nincsen egy sniperem, vagy valami, Dávid? Hát... van ilyen cannonom, ami jó. Csak... Ajaj. Ezt van, hogy kurva... Micsit? Mi a... itt van Flint! Jó van, ide jött, úgyhogy most fasza. One shot! Konkrétan one shoton ez a balu kapitány. Megőrült. Rezisztencia. Meghalok. Én is. Nincs itt valami minyon? Semmi minyon? Jó, akkor ez új volt. Persze, hogy fire rezisztenciája van, bazd meg. Hát akkor dobhattam én a gránátokat. Na, kurva gyorsan kéne venni valami fegyvert. Mert ez ami nálom van, ebben egyszerűen még baszki, még egy izét sem tudok megölni, egeret. Jó, itt nem veszünk fegyvert. Hajítok valamit. Valamit adjál, mert ez szörnyű. Nem tudom, hogy jött ez. Ide állok, mert leesik. Vagy ez. Vagy ez. Ez a shoti. Jó, várja. Jó. Szuper, megteszi, mehetünk. Tudok folyamatosan lőni. Legjobb. Bazzik itt a, ez ambót. Kéne. Itt már nagy tüzek vannak. Ambót vegyük. Nagyon kifogyóban vagyok. Én már leugrottam. Ugyanannyi életem maradt, mint meg. Wow, akkor ráhittem a gránátot. Nesze. 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 De mitől gyulladtam ki? Jesus! De én gránátom, az elszáll az anyjába amúgy. Az fel kell repülnie? Az olyan felrepülésre, ami ráhullik, az sebzi. Ja. Én megint meghaltam, csak mondom. Lövöm, amennyire tudom. Lehet megüljük. Próbálok felszerít, csak nagyon alattad van. Vagy rajtad van. Köszi, Trex, köszi! Ne! Elfelejtem azt a kibaszott képességemet. Hogy van. Megbaszott. Kellett nekem ilyen karaktert hoznom. Mindjárt megyek. Bírd ki. Hallod? Azt a kurva, hát majdnem lekúrt. Meghalt. Pam param. Bazzak, ez a küldetés után a mellékküldetések olyanok lesznek, hogy szét fogunk edni mindenki. Igen, rájöttem. Mondjuk rá, kipróbáljuk.
Na gyerünk, lepterebb üsd be a PIN kódot és mehetünk. Bambarabám! Na én ezt elviszem. Hát ez micsoda? Hé! Hey! Tolvaj! A 400 dolláros fegyvert, bazd meg! Meg jó, hogy már van egy... Jaj, várj, már nem is az 560-as volt a legdrágabb. Van itt nekem egy 742-es is. Na, az csak ide, amit elloptál? Nézzem meg. Igen, a Bloodborne... Amiről beszélsz? Megint azt mondom, Bloodborne 2, istenem, paszki! Borderlands 2-ben... Sokat számít a képesség. Majd egy 3-4 óra után hozzászokok. Ez az a fegyó? Igen. Muti. Muti! Ezt a 87 dolláros, ezt visszaadom, tessék. Legyen már egy jó stukker a kezembe. Bazzag, amit a boss kidobott fegyvert, 84 dollár, jó? Hát de is ilyen gránátvető szar! Hát én beszarok. Hajó! Hajó, hajó a vége! Igen, emlékszek erre részre, ide még sokszor fogunk jönni szerintem. Dragon Slayer! Fejezet 4! Oké, mehetünk haza? Go to Sanctuary! Három szarva osztozik. Na és megyünk a látás helyre, úgyhogy remélem. És azt hiszem, én is kaptam valami kulcsot, mert játék írta, hogy én kaptam valami vault key-t. Update. Top. Már 82-es a Badass rang, vagy mi ez? És itt lesz az a Sanctuary, az a egész izé, ahol van a kocsma. És lehet bent gépezni. Az... Ez az a kettesben van az, nem? Ezek a viperek nem nagyon jók, örülök neki. Hát úgy néz ki, hogy ebben a játékban én hozzám csak szar fegyverek kerülnek. Nagyon jó. Én mindig az Assault Rifle-t szerettem. Az volt a legbiztosabb. Az a bajom velük, hogy lassúak. Hát, az biztos, hogy az. Az tény. Kigyulladtál? Pöcsfej. Hú, mennyi pöcs van itt. Lesz már kocsi. Nagyon szexuális. A Batmobile. A rózsaszín Batmobile leírjuk újra. Várjál, de hát még rossz. Lehet, hogy néhány kromoszóma hiányzik neki, de a járműveket illetően egy tudós. Mi? Lezárta ezt az állomást, hogy a banditár ne használására, de egy inaktív Hyperion robotot látok a Bloodshot táborban, ha csatlakoztatod az interfész adat terét, akkor szerez nekünk egy autót. Ja, itt a izébe. Nekem a kedvenc custom a gameben a Sirén meg a Necromancer. Miért olyan sokszor kivittél ezt a játékot, Rex? De amúgy lehetne már tudod Dávid visszamenni az ébe a legeslegeljére a mellékültetésekért, nem? Vagy baszunk rá? Tudom. Értem, hogy baszki meg eldobta neki baszunk szar. Pedig elfegy nyomtam meg. Jaj,
De amúgy ebben sokkal sűrébben tudod használni a képességedet. Én akkor használom, amikor eszembe jut. Én azt vettem itt észre, hogy sokkal hamarabb megölnek enemik, mint a egyesbe. Háromosban kimaxoltad a karakter? Na, az durva. Hát akkor mégsem volt olyan unalmas. Na várj, nézzük meg ezt a feladat cuccot. Hogy lehet az izére gondolt, hogy nem unalmas, hanem monoton. Mert azt már én is hallottam. Hát nem tudom. Lehet meg kellett volna csinálgatni ezt a kibaszott izéket, első küldetéseket. Majd visszateleportálunk lehet. Jó. Pistoletta. Én nekem az inventory management kurvára nem tetszik. Hát... tudja a faszom. Kettő a legnehezebb mindegyik közt? Oké, jó lesz akkor. Amúgy ezt most már észrevettem így a játék elején. Én is. Hogy sokkal többször halok, mint a egyesbe, de lehet, hogy azért, mert nem csináltuk meg ezt a kettő küldetést. Lehet, hogy annyit számít a egész amúgy. És hol lehet amúgy ezeket a skineket basztatni? Az majd a városba. Ja, igen. Aha. Na várj, legyen ilyen életregeneráció. Növeli a pajzs kapacitást, tovább még a pajzsot tele van, regenerál az egészségedet. Na ez kell nekem. Try requesting another car. Rakéta. Hop. Bubblegum. Abban a pillanatban. Ott is van. És hol a rózsaszín szín? Csak kérdem. Hát ez az. Ez rózsaszín. Igen. A faszt. Hát nem tudom. Valamelyik a turbo? Elfügyi. Hát elméletileg írja. Hát így ilyesít. Jó felé megyek amúgy? Szerintem... jó. Hát ebben most már nem úgy van, hogyha neki megyek, akkor meghalnak. Jézusom! Hát az mi volt te? Hát nem tudom. A leges legelején a Sir Hemlocknál lehetett volna skint állítani ezt mondtam. Gondoltam, hogy ott lehetett volna, csak eljöttünk. Visszamegyünk majd. Itt van teleport. Csinálj meg azokat a melléküldiket, mielőtt elmennék Sanctuary-ba. Azt mondja, hogy akkor a küldi. És tudsz akárhova teleportálni? Igen. Akkor jó. De nem értem, hogy miért van ez. Sauterm Shelf-be kell menni. Dragon... oh, Hermlocks Hunt. Ja, nem érti. Jó, mehetünk. Na, mi történt? Oké. Okay. El kell fogadnod? Nem, csak én is benne voltam, és szerintem azért nem. Jaja. Na. Akkor most megint itt vagyunk, hogy keressük meg a audiologot. Nem, hogy pár XP-t kapunk, ma az is jó. Hát, egy szintet fejlődünk vele. Hol van a... Megvan. Hey everybody, how are you? Jack here.
És van egy olyan, van egy olyan rossz érzésem, hogy nem ez egy audiolog lesz. Mögöttetek van a skinhead cucc. Megnézzük ezt a skinhead szart? Itt? Ott van valami emberfigura térképen, szerintem az lesz az. Ja, látom. Ja, de én ezt megcsináltam amúgy. Hát ez nagyon epic. De ezt lehetett rögtön a játék elején. Inferno. Nekem ez így jó. Én karakteremet úgy se lássa senki. Hát de nekem jót kell csinálni. Lord of Blades. Hát de neked honnan vannak ilyenek amúgy? De látod, amit én váltogatom? Hát igen. Folyamatosan? Aha. Várjál. Akkor visszamegyek. Nézd csak meg. Melyik az? Ez? Ez durva. Ettől még én is beszarnék szerintem. Vagy ez. Nekem hallod, nekem kurvára minden, hogy fogsz kinézni. Legyek, ez madárijesztő izon. Ilyen lila. Nincs olyan, amiknek piros a szeme? Muti, nézzél rá. Nem látom a sapkától, bazd. Meg sárga. Látom. De akkor jó. Evil orange. Üüü. Blood from stone. Ez meg zöld. Find the next audiolog. Mondom én. Fire up. Ez se az. És a... ez a this town lófasz, ez nincs itt ez a küldi? Name. Zero. Maradok az. És lees, itt le tudod resetelni a skillt. Újra osztani. Zsír. Clear grab. Így leszek. Így leszek, mert ez menci. Abba benne van már csúszás a hármasba? Milyen gyöngék lettek itt elemik, bazd meg! Én nekem is hiányzik, mert előbb próbálgattam amúgy, de hát azt mondom, hát akkor nincs benne. Jó, akkor most így fogok váltakozni a kettő küldetés között amúgy. Mert most például ez a küldink, ez itt van jobbra, fönt. És a next audio log, az meg arra van. Először... elmentette a dolgokat. Izé vagy, madárijesztő. Fehér. Aha. Nagyon jó. Megnyugodtam. Nagyon örülök neki. Hú, ha! Hú, ha! A tuti ott lesz fönt. Van olyan érzésem, a kakimba érzem, hogy ott van fönt ez út. Ezt nem biztos. De. Amúgy túloldat volt egy lép. És ha sprint közben spamolod a csúszást, akkor sokkal gyorsabb vagy. Mármint a hármasba? Hát ez amúgy szokott így lenni az éve is, a kódba talán. Innen fogok sniperözni, mert az mellé. Nesze. Te ki a pékfaszára lövöldözök? Hát innen oda látok. ez a Dávid külön játékot játszik már. Komolyan. Tiszta izé. Action film, most ha ott lennél lent, akkor tiszta menő lenne, hullanának elfele körülött. Nem én tudom, mi a bajod neked, máma. Az, hogy élvezed, hogy eltalálod enemit. Lehet. Na. Nem megy át rajta, hanem beleakad. A goló. Na, mit akarunk? Tovább. Sir Hamlock. Itt a falon nincs valami küldi amúgy? Oké, meg is van a cucc. Azt mondja, hogy jutalom be, írja be. Enter. Itt választhat Stuckert. Ezért most szarok.
Jó, hát sok XP-t nem kaptunk ezért amúgy. Rendben, legalább megvan. És akkor még ez maradt te. Ja, már értem ezt a granátot. Ennyi volt a küldi? Ja, mert én mázeket lőttem egy ideje. Ha Dávid most megnyitja, akkor ő is tud választani, ha minden igaz. Gondolom fegyvert. Hol kell megnyitni, mit? Nem tudom. Ja, most le kell jönnöm a jó kis sniper helyemről. De szerintem a Dávid azt kapja meg, amit én választottam, nem? Mert ha lényegében így én már elfogadtam a küldetést, vagyis befejeztük, szóval neked ott van valami semmi. Ja, itt van. Ja, hogy azt nyitod meg, a inventorit. De az a fegyver, amit én választottam, nem? Vagy tudsz ott választani magad? Aha, oké, rendben. Hát nem is tudom. Ott van a halálcsillag versus 25. verziója. Na! Akkor mehetünk Sanctuary-ba. És jól ne visszateleportálni oda, ahonnan ide teleportáltunk. Jó, lényegében semmi értelme nem volt ide visszajönni amúgy, de már mindegy. Mert megcsináltuk mind a kettőt. Aha. Hát te amíg ott fönt eljátszod, azt addig megcsináltuk. Hát de lövöldöztem kifele. Hogy nincs kivel Trex? Hát arra van a Discordon például, hogy így találjál magadnak embert játszani. Lehet, hogy beírod valamit, és akkor lehet, hogy találsz. Hoj. Innen gyűjtünk előbb, nem? Hát, innen. Mi a álmos vagyol, Dávid? Jaj, én... Ez úgy volt... Hogy nem aludtál egész éjjel. De? Mert Fortisztál, vald be. Nem, amúgy Battlefield-eztem. De... Stream kezdés előtt 2 perccel keltem fel. Az igen! A kurva életben. 58-kor így felkeltem és... A gépet már nyomtam befele. És előtte már fent voltam napközben. Mert Battlefield-eztem. Az ugye. Meg God of War-oztam. Hogy érted, hogy melyiket, Trex? Mármint én úgy gondoltam, hogy beírod Discordba a közös játékba, hogy nem akarod valaki vödörlancozni duóba, és akkor lehet, hogy találsz embert. Ja, hogy melyik BF? Akkor ez... Hogyha majd akkor majd Trex kérdez valamit, akkor írod, hogy Dávid, vagy Robi, vagy valami, tudod? A 2042. 2042. Kibaszott verebek. Mennyit kibaszott HP-jük van ezek? Na még a fiatalabb Jackson is itt van. Jihi! Sokan azt mondják, hogy szar amúgy, tudom, de nekem tetszik. Legend a szerint szar. Nagyon sokan azt mondják, sőt. Én is játszottam vele és nekem se tetszett amúgy. Nekem tetszik. Főleg most amióta van új update, meg megkezdődött ugye a season van is. Amúgy ha úgy veszük, én is csak open beta-val játszottam, de... Ó, hát azóta ez már teljesen másik. Az a baj, akkor is annyira optimalizálatlan volt, hogy... Oh. Hát figyelj, én előrendeltem a legbaszóbb edition-t. Hallod, volt olyan, hogy jött a helikopter, és baszki... Olyan volt, hogy... Még én se hittem el. Nem volt neki propellere, még ilyen hülyeségeket csinált a játék. Oké, a holó ember. Én bejelentés után egyből előrendeltem a legbaszóbb, legdrágább edition PS5-re. És azóta is nyomogatom, tologatom. Na, de hogyha neked bejött, az a lényeg.
Nekem bejön amúgy, én szeretem. Na hát hisz, le van szarva mindenki, akinek nem tetszik, az a lényeg, hogy neked tetszik. Akkor is tetszett, amikor azt mondták, hogy szar, most azt mondják, hogy most már jó, mert megcsinálták, és most is ugyanúgy tetszik. Hát. Nyilván most bejött ez az új season, vagy season 1. Természetesen Battle Pass-szel. De azt a Battle Pass-t, az kurva jól megcsinálták. Tehát az rendesen tetszik. Vannak küldik, és akkor az lényeg, hogy 10 pont kell egy szinthez, és mindegyik küldi, vagyis ha először kapsz 3 küldit, azok 4 pontokat adnak, utána 5 pontos és 6 pontos küldik vannak, és akkor mindig hetente kapod ezeket, ja, a küldiket. És visszamenőleg is meg tudod csinálni. Tehát mindig összeadódik, és mindig tudod csinálni folyamatosan. És hogyha a jelenlegi aktív hetet csinálod, és megcsinálod az összes küldit, kapsz egy bónusz questet, ami 10 pontot ad, tehát egy szintet kapsz. Szerintem kurva jó amúgy. Hát az a lényeg, hogy bele kell rakni ebben is a időt. Meg jó kis questek vannak, úgymond. Tehát nem az, hogy mind egy karakterrel megcsinálod az összeset, hanem többel is, vagy több kasztal is játszanod kell. Több stílusba kell játszanod. Van benne egy kis kihívás is. Hoppá! Backflip. Szaltó. Backflip. Most amúgy nem menni kéne valahova? Most szedtük fel itt egyik cuccot. Azt jó, hogy... Ja, fine, portolál. Most már igen, hát itt felvette valami szart. Csak te épp, szar, hogy a... éppen sztoriztál. Térképet nem lehet bezárni az M-mel, hanem csak az X-képpel. Trex akarja tudni, hogy tudsz-e helikoptert meg repülőt vezetni. Hát... nagyjából, én nem annyira. Én nem vagyok valami profi ebbe. A kollega, ő nagyon jól tud. Vele nyomtam sokat. Ő nagyon jól tud felízni. Battlefieldben én sem nagyon tudok. Hát ez igazi balfasz verziót csináltam meg, amit lehetett. Nem baj. Lehet, hogy aztán erre kell lépjön. Vagy nem. Körbe vissza. Igen. Ja, hogy oda nem lehet kocsival menni? Hát akkor az úgy van jó. Jó, akkor ezt totál beszopattam magam. Hallod, ez a cucc meg úgy néz ki, mint a jégkorszakból az a menyét, bazd, vagy a mókus. Hát de most komolyan. Látod te is, amit én látok? Lássátok, srácok, a hasonlóságot? Az. Motkány. Az. Totál úgy néz ki, mint a jégkorszakból az a cucc. És kacsin. Hát amúgy szerintem... Jó, most akkor most megint vissza kéne menni oda, mi? Bázni. Nem baj. Kirándultunk egyet. Most ebben a résbe beesés eszembe, amit ma látom. Egy kiváló videót, vagy valamilyen festmény lehetett. De úgy nézett ki, hogy nehéz tudsz, mert tehát jó anyagból van a keret. Liftbe viszik be, de tudod így léptetve. Nem az, hogy megemel, léptetve viszi. Aha. És hát a lift és a küszöb között volt egy kis rés. Pont annyi, hogy belefér a kép. Aha. És léptetéskor, hogy lecsúszott az aknához. Áááá, az csúnya dolog. Mondom, ezt jó megcsináltam. Mi a csillag a neved mellett? Neved mellett csillag? Milyen csillag? Halálfej van a neved mellett, nem csillag. Neked. Trex írja. Hogy mi az a csillag a neved mellett? Hát nekem halálfejhez mutat, hogy egy hónapos feliratkozó vagy. Valahogy a neve mellett. Te mit látsz a neve mellett, Dávid? Hát én is azt. Na, Dávid is. Nekem PSN most csillagot ír. Fasz tudja, nem értem. PSN. Gyere fel telefonról, nézd meg ott. Lehet, hogy a PS nem tudja földolgozni ezt a badge-jelet, fasz tudja. Benne van ám. Ah, yeah.
Értem. Aha. Az nem. Ott nem. Na ezt mondom, akkor az a PlayStation lesz. PlayStation hiba. De ez mekkora fasság? Mikor lesz a PSVR? Ne legyen még PSVR, bazd, mert nincsen pénzem ilyenekre. Kell. Hogy fogom így kijátszani a... Resident Evil? Há, van rá ide, nem kell azonnal. Érted? Hát te PSVR-ba fog. Ja. Élve hagytál egy pszichopatát. Nézd meg! Kibaszott denevérek, ezek is engem támadnak először. Hogy PSN néha így mutassa, néha úgy mutassa, hát akkor nem értem. Rak. Jó, húzunk innen a picsával, szerintem ezek addig fognak támadni. De itt kéne lenni ennek a cusznak. Igen? Ide nem tudunk bemenni. Gondolom. No. Ez a fegyver, ez mindig kifogyik. Sőrül-e. Nem van, ne! Képesség? És kinek mondod most, hogy én itt nyomok képességet, leszedi a szentriganom amúgy ezeket a faszokat? Az jó. Hát ez jó, oké, ezt ki kéne próbálni. Oda néz, szedi. Hát csak még elég béna. Jó van, ez így ellövöldözik. Mennyi idő, mi visszatöltődik a Sentrim? Áh, itt most töltődik. Hol van ez a kibaszott Fint Corporal Rage? Hol van ez a korporális szar? Alattunk? Vajon? Egy sniper volt a madárnál. Ajaj. Nem merek leugrani, baszki. Aztán vissza meg nehéz lesz jönni. De hát itt nem is tudsz le. Á, ott egyenes, hogy ott le tudsz ugrani. De itt nincsen semmi. Ott voltunk lent. Honnan jöttünk fel. Én kurvára nem látok itt semmit. Itt valami nagyon elbújt. Nem is értem. Emberhez? Milyen emberhez? Ja, gondolom, amiket ott ütötték, verték. Hallod, olyan hülyék vagyunk, mint a kurva élet. Ah, Istenem! Az azt hittem halálra verték. Én sem vettem észre, hogy még életben van. El voltunk foglalva a madarakkal. Az volt a baj. Jaj. Én is kurva álmos vagyok amúgy, bassza meg. Get that power core back, and while you're at it, kill some bandits for Reese. Elkötöttem a képességpontomat. Képesség. El, bassza meg. Micsoda, miss some of the optional object operation displayed on a hurry in blue. Say hello, darling. Say hello, darling. Hello, darkness, my old friend. Ismered ezt az animét, hogy My Dress Up Darling? Nem. És szóval. Hogyha idő előtt visszaveszem a cuccomat, akkor újra be tudom aktiválni? Muti? Ez szépik. Nem. Ez fasság, akkor minek vegyem vissza? Hát akkor itt sértelme. Ez az. Na és jó, ez... 20 darab lássot kell ölni.
Na menjünk, most szedjük szét. Most... Egyenösen. Most melyiket se? Ja, most csak a story quest. Dávid, énekele, ha megkéred? Hát ha fizetsz neki, akkor biztos. Én csúnyán énekelek. Ha nem szóltál volna, akkor szerintem biztos énekelgetett volna. Előző adásokban lehetett hallani néha. Szerintem még Zoli bátyának is megfájdult a feje tőle. Ebben, amikor elfelelkezik így magáról, akkor szokott kiadni ilyen fura hangokat, nem? Elkezd ember nyíni, meg minden ilyen fasságot csinál. Olyankor. Öngyilkos pszichopata! Gránát! Ezek ilyen öngyilkosok. Buzik! Na most már mindenre F-et fogom nyomni. Megvan a kor. Nagyon jó. Hova tűnt, hol a lyukam? Eltűnt. A klónom szétütötte a szentügyet. A klónod egy fac. Nem tudom miért csinálta. Az a... Miért van neked klónod? Az a képesség. Az marha jó. Az marha jó, hogyha a te klónod szét fogja baszni, és a te képességed szét fogja baszni a én képességem. Szeretném hallani, hogy Dávid sejmes ének mondja. Majd, ha úgy jön ki a helyzet. Ne oda! Már azért rossz helyre dobtam azt a kibaszott centrit. Békén a nomádomat. Hát, vagy így is lő. Ez csak kinyír ez a buzi. Újra kell töltni. Vazdek azt, hogy kibaszott pszichopaták elugrálnak a golyó elé, bazdek. Honnan? Ja, látom. Még három ilyen faszfejet meg kell ölnünk. Nincs is. Na, valahol ez biztos. Na, már beszél a geci. Megvan. Yeah. Lehet én voltam. Meglőtted ezt a elektronyos hordósos. Hopp, hopp, hopp. Azt haladja. Hát ez a fegyver! Jussunk már a Sanctuary-ba, mert agyfasz kapok. Megvan. Contact LT David. Pam para pam 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 para pam 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 para pam pam. Basz meg, a Red Dead Redemption 1-es sztoriát nem lehet kivenni ketten, mi? Hűha! Az pedig mekkora baszógép lenne, mert az a Red Dead Redemption 1-es játék, az meg srácok, az egy eszméletlen kibaszott jó játék lett. A kettő is jó. Á, nekem egyes jobban bejött. Ne menekülje, te fasz! Hallod, ezek szétszednek!
Hát szétszednek, basz. Én is meghaltam. Nincs itt egy kis fasz. Nincsen, csak ez a nomád. Talán egyiket meg tudom ölni. A madár ijesztő lefekült. Oké, okay, megvan. Na ne. Húzi! Nem is azt akartam dobni. Visszaragott a legelejére. Baszodod. Ez durva. Sőt. Még az, hogy a legelejére? Ez nem jó. Hát az nagyon nem. És itt meg csak lőnek, meg lónek, meg lónek. Folyamatosan csak lőnek. Ez vagy itt is. De hogy jutottunk mi oda? Kifogyhatatlanak erre még bazdok. Pisztolyon meg egy 200%-os. Azt mondja Trex, hogy te vagy jó helyed. Hogy onnan vissza kell jönni? Úgy néz ki, oda kellett jutni. De hogy lehetne Dávid jó helyen? Nincs ott állod, LT Davis? Nem tudom. Vagy teleport, vagy valami? Most nagyon nagy a durvaság. Azt mondja, hogy kontaktáljunk LT Davis-szel és menjünk el Sanctuary-ba. Csak hol van Davis? Most vissza kell menni. Vissza kell menni a... De Dávid miért van jó helyen? Az odajelzi a faszomba. Látom ma, hogy hol van, aha. Hát de... Szedek egy autót. Hát de te sem vagy jó helyen. A map másik felén vagy. Hát de szedek egy autót, szólt vagy a 6 perc alatt. Bubblegummal. What the fuck? What the fuck are you doing? What the fuck? Pettyám, halló, itt van a buli. Itt van a buli, nagyon szépen köszönöm a 100 cheert az első a hónapban, Petyám, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszike. Köszi. De csak azért, mert én most csak chatem vagyok. Nagyon szépen köszi, Petya, király vagy. Köszi. Itt van a buli és a Petya be is szállt rögtön, bazd meg. Mi helyzet, Petya? Rossz helyre mész, Dávidom. El kéne fordulni jobbra. Jobbra? Totálisan rossz helyre jöttél. De nem tudok jobbra menni. Mi most a srácokkal nézzük a minimapot, és lássuk, hogyan forgulódsz össze-vissza. Igen, ott lesz egy híd előtted, azon végigmész. És aztán csak egyenesen mennyi balra-balra, úgy, kurva jó vagy. És azon a úton végig. És ezen a út végén szedjél fel engemet. Már nyikorog a gumi a jegen is. Hát várjál bár meg, ha mondom, hogy szedjél föl, baszki. Hát azt mondtad az út végén. Hát de nem látod a minimapot? Hát de ki tudja melyik az út vége. Jézusom, oda nézd, baszki. Állott. Egy állott van a volánnál. Semmi extra, ami mindig, és minden a régi. Na hát amúgy néha még az is jó, hogyha minden a régi. És hogyha nem történik semmi változás. Tüskés? Valami tüskés. Nem jó, elkanyarodunk. Jobbra, teljesen jobbra. Visszafelé. Visszafelé a úton. Igen. Most aztán balra. Következő letérőnél balra. Tartsd az irányt egyenesen. Oké. Megvagyunk. Na, itt van Travis. Mert ugye nem nyit ki nekünk a kapu, és ide kellett ez a lófasz. Roland's Echo Communicator went dead. We need your help.
Látszik, hogy mind a látszik amúgy a első két óránkon a játékban, hogy mind a ketten azért ilyen mámoros állapotban vagyunk. Totálisan azt se tudjuk, hogy milyen játékkal játszunk, és ez az első két órán kurvára meglátszott. De most a... ilyen... Igen, igen. De most már kezdünk észhez térni, most már jó lesz. Ott maradt a kocsi. Basti, hát izé, itt van Sanctuary. Ide nem fog kelleni most be. El lesz a fő falunk. Elmegyünk kocsmázni, gépezni, minden ilyet. Mi van Fallout kezdtél? Soha nem falautoztam, baszki. Soha. Ugyanez a felső része, tehát ugye a mellkas által, ami van felf, az full Fallout 2 amúgy. Na itt majd vannak ám melléküldetések is ám, meg minden ilyesmi. Fölhúztuk azon nyomba a pajzsot, Sanctuary fölé. Tiszta izé, bazd meg. Star Wars kec. Nagyon jó. Csillagkaput akartam először mondani, de nem. Oda nézd, mi a Archie ment. Választhatsz fegyvert. Igen? Nyisd meg az inventory. Rocket torpedó, vagy shotgun? Hát rocket torpedót, adjál nekem. És level 8 lettem. Minigun? Hogy torpedózzák már ezért, bazd? Péter. Örülök, hogy megismerhetem. Tovább? Jacknek esélye sincs. Ez megtiszteltetés. Most így fogunk beszélgetni? Ide kell, hogy gyere te is. Meet guarded gate. Igen, beszélgetünk. Várjál, elindult, várjál, gyere hátrébb. Kell neki a szabad terület, látod? Basz meg, ez mi a fasz? Előtt álltunk embernek, basz meg, és nem akart elindulni. Azt nézd meg, minigun. De neked miért van minigunod? Hát, az volt, ezt lehetett választani a küldiből. A faszt, én nekem meg valami rocket launcher, baszki. Növeli a lövések számát azonnal. Itt sokat fogunk, azt mondta a Trex cuccozni, úgyhogy cuccozunk. Van egy undiscovered. Belépti a szarba, haverom, mi a fasz csinálsz itt? Oda nézd, milyen szemcsíje van. Oké. Na ezeknél a játékoknál lehet látni itt a NPC-ket, hogy miket csinálnak, hogy most itt külön végignézel összes NPC-t. Akkor... mindegyik van programozva egy dologra, hogy csinálja egészségig. Drótozott halálgépek. You'll never take me alive, you robotic son bitch! Axtont. Axtont egyáltalán nem szeretem. Melyik az Axton? Well, hang me upside down from a telephone pole, cover me in honey and lead me to a slow death at the hands of hungry spider-heads. Menedéklakó. You ain't no Hyperion robot. You're... Now you gonna help us out with this rolling situation? I heard them Crimson Raider dudes... Ja, hogy várd a karaktert? Aha. Hát, én még életemben nem játszottam vele, úgyhogy gondoltam, kipróbálom. A Borderlands 3-ban is szerintem valami teljesen más karaktert fogok választani, nem... Már voltam ugye a Sirén, akkor most Axton, most így megtudtam, hogy ez a neve, és akkor majd a 3-ról is valami más leszek. Még hogyha fogjuk játszani azt a Presectvelt, akkor ott is. Felveszed? Én addig nyitom itt a... mosógépet. Fosógépet. Pick up full cells. Dávid leellőz mindenbe, bazd meg. Hát fölből! Várj, azt én is megkaptam. Persze, már van 9 elvileg. Bazd meg, hát főporszívóz mindent a csávó, more. Beszarok. És ezt a Crazy Earth-nél lehet elvásárolni, azt hiszem, ha jól emlékszek. Nevem Earl. Az lehet, hogy azért enyém a hónap első csírja, mert Dávid játszik. Na, amennyiben jól emlékszem, enyém volt a csatorna első csírja is.
Igen. Az nem. Az biztos, hogy nem. Erre nem emlékszem, Petya. Nem tudom. A csatorna első csíj, az biztos, hogy én voltam. Szerintem is. Hát te még amikor lehetett, amikor még el lehetett kezdeni a csíről, és még akkor szerintem te még nem nézted a streameket. Március 8-ától lettem érdekelt, azt hiszem. Igen, és hogy aznap vagy másnap volt a stream, és akkor én már szét durrogtattam a streamet. Március 8-ától lettem érdekelt. Nem tudom, mikor követ. Várjál, meg tudom nézni, nem? De nem a követés, hanem a csírelés. Csírelés nem tudom megnézni, de azt látom, hogy Petya március 6-ától követő. Akkor itt volt. Itt volt. Március 6-ától 712 üzenetet írt Petya azóta. És vissza tudom olvasni összes üzenetet, ez amúgy tök jó. De azt nem tudom megnézni sajnos, hogy ki csírelt először. Szerintem én, de nem tudom. Én is úgy emlékszem, hogy te. A fantastic day for capitalism. Lehet, hogy mondtam olyat a streamben, hogy te voltál a első csírelő? Lehet? És melyik játék volt az? Bassza, hogy nem tudom. Bandits of Sanctuary! I hear a new Vault Hunter has arrived in your city, so just turn him into me and you'll be rewarded! Don't worry, nobody's gonna turn you in. You're our only hope of stopping that. Hát itt mi folyik, de? Hey, hát nekem fölemelt, ezért a joystick itt. Megtankoltam a várost. Itt is lehet skinezni, látod? És itt van bent az a láda. Milyen lera? És van egy kulcsom van. Gyere ide! Azt figyeljetek, Dávid, azt mondom, hogy nekem van 70. Kettő van csak? Aha. Na én akkor nyitok egyet. Kibaszott sotik, hát ezt nem hiszem el. Létezik ilyen? Faszom. Ebben mennyi golyó van? Magad 12. Ebben 11. Fire rate. Hát... gyújts fel az esélyt. 24. Ez kb. Habár ebben hamar, hogy gyorsabban fölgyújtom. Másikot elviheted. Ahelyen fullon vagyok. Valamit ki kell, hogy állni. Fú, valakinél nagyon nagy szirénázás volt. Itt nem. De miért shotit adott vissza? Oké, fölgyújtottam egész helyet a hú. Jézusom. Nem is értem, én ezt a fost használom, hogyha... Kolyan kettő... De ne! Mit csináltál? Jó van, elhadonászik ott magának. Benyomtad ultit? Igen. És hova dobtam el a öreg fegyverem? Azt így beszippantotta a játék valahova. Nesze. Gólyan csak kettő kulcsod van, baszki. Aha. Az nem túl jó. Ez egy ilyen gameplay lesz. Itt van Earl. Ja, önálló lehet venni majd a fejlesztéseket a fegyverekhez. Itt van a pornókocsma, a kupi. De mindjárt benézek csak. Na várj, itt lehet játszani. 106 dolcsi egy pörgetés. Na ne basszál. Hoppá. Oké. Refund, please? This gun doesn't seem. Dávid meg elkezdte szólítani, amikor én itt gépezni akartam. Én csak egy küldetést akartam felvenni. Looks like it works to me. Hát itt nem baszakodnak. No refunds. Na, pörgessük meg a megpörgethetőt.
Akkor nem adunk el neki semmit, mert nem adja vissza. Hetes, hetes, hetes! Öcsém! Sziréna bár beállítás. Feloldja ezt a bárt a gyorsváltás rendszerrel a leltárból használod. Azonnal. Hopp, itt lehet is elfeladni a fölöslegességességet. Hiá, hogy rögtön kinyitottam egy 3-7-est. Miért nem tudom fölvenni? Miért nem tudom fölvenni ezt a fost? Baj van. Kell valami hely, ahol láthatom. Erné nincs eladás, mi? Nem passza. Arja? De mivel gyújtsam? Itt van nálam valami? Itt van Hemlock, beszél. Van 3 küldetése. Jó, fölveszem mind a 3-at. Piano. Pörgetek még egyet, hátha. Cseresznye, cseresznye, cseresznye! Hallod, én csak nyerek, geci. Szerencse játék. Hogy ez meg leszedi róla, igen. Ha akarod, küldhetek shift kódot, és hát, ha működik a kód. Akarunk ilyen kódokat, Dávid, vagy ez cheat lenne? Konkrétan cheat. Akkor nem kérünk, köszi Trix. I must confess, I love corrosive weapons. Akkor Dávidnak még van 2 kulcs, azt beosztjuk. Now let's try out these new slag weapons. Slag. Now that he's slagged, he should be easy enough to finish off. Majd hogyha igen rossz állapotban leszünk, akkor majd szólunk. Full damage, you'll want to switch to another weapon once your enemy has been slagged. Gandimage. Great! De mit csinálsz, Dávid? Mert amúgy én és semmit nem látok a küldetésből amúgy. Fegyvertutoriálozok. Lanceman! He said want to purchase any elemental weapons. I only have one question to ask. You could always buy some from your friendly neighborhood arms dealer. Ez amúgy erős lesz az a tűzi fegyver, amit felvettünk szerintem. Ja, pont most lett végig. Jó, ugye nem lehet bemenni? Szóval az a lényeg, elmondta itt a csávó. Vannak különböző féle fajta típusú fegyverek. Igen. Vagyis van az áramos, az leszedi a pajzsot. A áramos leszedi a pajzsot, igen. Igen. Hát ugye tűzzel felgyújtott, folyamatos sebzést ad. Vannak ilyen zöld, korróziós fegyverek, vagy mi a fene. Igen, igen. Az akkor jó, hogyha az életcsíkja ilyen sárga, tudod, az a fémes. Igen. Az azért jó, mert a fémet leszedi róla, és az sebzi jobban. Meg van olyan, hogy ilyen sötét anyagú fegyver, és hogyha azzal meglövöd, nem sebez nagyobbat, viszont hogyha egy sima fegyverre rálősz, miközben ilyen sötéten ég, vagy nem tudom mit csinál lilán, akkor a sima fegyver sokkal nagyobbat sebez rajta. When you think murder, think Marcus Munitions. Tehát vannak ilyen típusok, fegyvertípusok. Oké. Okay. Én már vettem egy backpack fejlesztést amúgy az izénél. Csávókámna. Lehet olyat is? Persze. Nekem az elmaradt. Hey, thanks for grabbing all that stuff for me. Third degree burns are best taken in ships. Now, to see the fruits of your loins,
This city's gonna fly! Help Scooter with plan B. Akkor te most nagy pénzeket szakítottál? Nem pénzt nyertem, hanem csak izét. Tapasztalati pont. Azt. Egy fegyvert nyertem meg... nem tudom, mi zsaráltam úgy valami skint. Hova tudtad fejleszteni a bent? Itt. Annál a Crazy Ernie. Nekem nincsen sehol olyan. Oda kell menni egy ajtóhoz, bekapogsz és kinyissa neked az izét. A kukucskállót. Jaj, a Crazy Ernie. Ja, jó van, én meg a fegyveresnél voltam. Hát az előző részben is akinél volt egy ilyen questes quest. De amúgy Zoli, azt viszont nem tudom, hogy még működnek. Micsoda kulcsok? Hol van Crazy Ernie? Hű, a kupi. Növeli a felszerelhető lőfegyverek számát. Oké, okay, most már három fegyvert tudunk berakni inventoryba. Csak mondom. Ilyen info ugyanánt. Hol van? Nem találod Crazy-t? Nem. Egyik dollár jelnél van. De megtaláltam a nénit, aki ilyen nagyon szépen tud itt pucsítani. A fekete piac. Betom jelölni? Látod a jelölést? Ja, emberke. A mapon. Ja, nézem. Kupiba vagyok. De a mapot néz. Látod, hogy jelölök? Nem. Nem? Jó, Black Market. Jó, eljöttem mellette. Na, az a Black Market. Csokolom, hogy tetszik hinni. Tudom, a Playten az egyik csaj neked öltözött, és ennek a csajnak öltözött be. Az igen. Komoly volt. Igen. Ja, ez a safe house-unk ilyen téren. És a ládánk, mint Diablo, vagy be tudjuk rakni azokat a iteneket, amiket így meg akarunk fejlni magunknak, de nekünk ilyen nem kell. A szép. Bank? Melyik a storage, mert mindig csak izé amó. A jobb sarokba fönt. Az a különleges tételként. Storage deck. Aha. És még van 5. Mit akarok fejleszteni? Semmit. Jó, felszedem én addig összes küldit. Semmit. Hoppá, videó! Bejöttem Zedhez. Ja, hát ő vele voltunk az elején. Az egyben. Ő volt a földi szállásos emberke. A Zed. Zedrovszki. Zednek 20 ml fürdővízre van szüksége. 20 ml fürdővízre? 20 milliliter. A kupiból a nőtől, mert attól nekem is. Zednek 20 milliliter fürdővízre van szüksége azonnal. Trex is akarta én fürdővizemet amúgy. De hát szerintem Trexnek nem lenne elég 20 milliliter. Mi lesz, hogyha kinyírjuk ezt a beteget itt? 20 óra megissza. Ne öld meg! Nem tudod, ja de meg tudod. Hát van HP csíkja. Hopp. Szerintem amúgy akkor megharagszik. Lehet, szóval inkább hagyjad. A Borderlands 3-ban ezt is könnyítették az upgrade-et. Igen. Hát a mai játékokban mi mind már oké, oda néz, milyen ray tracingünk van, baszki. Beszarol. Üsset, kit üssük meg? Hazudol. Amúgy ez nem ray tracing, ez ezért. Tudom. Előre lekódol. Oké. Egy iridium darabka, amelyet épp most szedte. És nézd meg, ellopja előlem, baszki! Nem úgy fogom írni, hogy Dávid, hanem porció. Elsőt tudtam olvasni, hogy mi az. Iridium darabka. És ha valami a fasz csinálva? Hát oda kell menni teniszhez beszélni vele, mert biztos kell neki. As I've said, Roland, now that Jack has the vault key, it is only a matter of time until he opens the vault. Őt is ismerik. Also,
I require a new ventilator. This lab smells of bacon. Bacon is for sycophants and products of incest. Itt kell megütni. Jó, hogy nem Thanos. Azt a izét kellett megütni. Azt a holttestet. Vagy nem a holttestet, aki... akit meg lehetett ölni. Szedtem föl 9 ilyen lila lófaszt. Ez... hát ide még nincs bejárásunk, Dávidom. Nem, biztos, hogy van. Ez valami logikai izé lesz. Milyen logikai? Szerintem egyszerre kell meghúzni kettőt. Én majd ide egyedül jövök. Amikor te nem lesz ő itt. Mert porszívózol, baszki. Nyisd ki, mert fáj belőle. Tehát így például lehet itt fentről nyílik. Hú, itt a bank. Oda csak be tudod rakni az utcaidat. Igen. De itt megvan a map. Itt egy kis erkélyke. Jó, megint lett a mellékküldetésünk. Meg sem merem nyitni a küldetés logot, hogy mennyi küldetésünk van. De akkor miért világít zölden, ha egyszer nem lett nyit? Azt majd később a sztori után fogja megengedni szerintem. Head down to find out. A rival of mine named Doc Mercy's using it. Don't let that name fool you. Unlike me.